Vannak a világirodalom történetének olyan darabjai, amelyeket, ha egyszer elolvasott az ember, nem feltétlenül fogja őket újraolvasni. Ilyen Dostoyevskitől a bűn és bűnhődés, ami ugye egy nagyon hosszú, azt is lehet mondani, hogy vontatott regény, aminek úgy is tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlete. Már igazából a címe is lelövi a poént. Emellett említhetjük még Tolstoynak a háború és békéjét, amit ma Oroszországba illendőbb lenne úgy nevezni, hogy speciális katonai műveletek és béke, amiről már Woody ellen is elmondta az olvasása után rövid kis szüzséjét, annyit mondott róla, hogy hát az oroszokról szól. Vannak a filmtörténetnek is klasszikusai, melyeket újra lehet nézni, de nem biztos, hogy feltétlenül érdemes. Ilyen az Élet szép, a Keresztapa, az Ötödik Pecsét, vagy ha a saját generációm ikonikus filmjeiről beszélek, akkor meg lehet említeni a Harcosok klubját, a Matrixot, a Bajos csajokat, vagy a rosszabb ízlésűeknek a Gyűrűkurát. Viszont van az a műfaj, amelynek a nagy-nagy klasszikusait nem lehet megunni. Ez a politikai interjúk és a politikai beszédek műfaja. A politikai interjúknak nagy klasszikusa, amikor például Svábi András énné szívatta magát Orbán Viktorral szembe, vagy említhetjük még Gyurcsány Ferencnek az önszopatását, amit a BBC-n követett el az összödi beszéd kiszivárgása után. A jó fletó azt hitte, hogy amit itthon nem sikerült magyar nyelven a magyarokkal elhitetni, azt majd neki sikerülni fog idegen nyelven, idegen országba egy független újságíróval szemben. Megpróbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlan. Örök klasszikus, és az örök klasszikusok közé tartozik Orbán Viktornak ez a texasi beszéde, amelyet 2022. augusztus 4-én követett el. Orbán Viktor volt ugyanis az Egyesült Államokban a C-Pack nevezetű konzervatív gembori jobboldali buliának a nyitó előadója. Nézzük! A szípek tehát. Ladies and gentlemen, this is how we fight. A, wake, not a speech by Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán. Itt már mindjárt meg is kell állni egy pillanatra, mert nehezen tudom túltenni magam ezen a szlogenen, ami az egész konzervatív bulinak a fő szlogenje lett. Awake, not awoke. Ilyenkor nehéz az az érvelés, amikor valaki azt mondja, hogy a jobb oldal nem reakciós. Ugye történt egy akció a baloldal szélsősége részéről, ami elnevezte magát a vóknak, vagyis felébredettek mozgalmának, amire a szípek konzervatív buli azt mondja, hogy öveiknek kell lenni, vagyis ébernek kell lenni, nem felébredetnek, mintha jelentenének bármit is ezek a szavak ilyen leegyszerűsítetten, ilyen motósított formában. Miért szükségesek tényleg ezek a kultúrharcos reakciók? Miért nem lehet azt kiírni, hogy konzervatív értékek, vagy dögöljenek meg a migránsok? Ébernek kell lenni, nem felébredetnek. Mondjuk van ennek némi szimbolikus értelme, mert az azt jelenti, hogy nem szabad elaludni, folyamatosan ébernek kell lenni, mert ha lankad a konzervatív figyelem egy pillanatra, akkor már a soros Gyuri bácsi elaltatja az embert. Ja, és belepofáztam az egésznek a címébe, az Orbán Viktor beszédének a címe, hogy How We Fight, vagyis arról fog beszélni, hogy Magyarország, a konzervatív jobboldal és maga Orbán Viktor hogyan is harcol, meg persze mi ellen. Megjött Döbrögi, megjött az a Döbrögi, aki mindenkivel elítette, hogy ő valójában tudas Matyi. Na nézzük, mit mond a tisztában. Iszlának. Hello, hello. <súrg> <laughs> hayra, <Magyarok. laughs> hayra, Magyarok, hayra, Thank you, everybody. It's great to be with you. It's fantastic to be here in Texas, the Lone Star State of the great United States of America. If I am correct, Lone Star State means that independence, freedom, and sovereignty are the dearest values in this part of America. Hungary is over. 5000 miles from Dallas my country Hungary is the lone star state of Europe <laughs> again Ahogyan az Egyesült Államok liberális fertőjében az egyetlen menedék a jóra való konzervatív keresztény amerikaiak számára a déli Texas maradt, úgy az LMBTQ lobbival átitatott, balos zsidó bolsevista lobby fertőjében elmerülő, önmaga identitását nem találó vagy rég elveszejtett Európa utolsó magányos konzervatív keresztény állama Magyarország. Itt a Kárpátok közepén, Európa szívében. The main difference between our countries is that, unfortunately, the Ewing Oil Company is not paying corporate income tax in Budapest. But. Oh, hagyott időt Orbán Viktor, de valahogy senki nem röhögött. Valószínűleg azért nem röhögött senki, mert az Egyesült Államokban a Dallas nevű sorozat a 80-as években ment. Ha jól emlékszem, Magyarországra a 80-as években még nem került el a Dallas, bár még nem éltem ilyenkor. Szóval az emlékeim csalókák lehetnek, de van egy olyan megérzésem, hogy Magyarországra csak egy tíz éves késéssel érkezhetett meg a Dallas. Ráadásul Magyarországon ez volt az egyetlen nyomorult sorozat a szomszédok mellett, az Egyesült Államokban meg 40-50 sorozat ment, gondolom. Szóval ne csodálkozzon senki, hogy a 40 év távlatából az Egyesült Államokban Orbán Viktor poénján nem röhögnek, amikor egy dallaszos viccet süt el. De mi innen Magyarországról nagyon sokra értékeljük ezeket a poénokat, mert továbbra is mutatja, hogy micsoda provinciális kis ország Magyarország. Independence, freedom and sovereignty, sovereignty. is what we Hungarians fought for in the last 500 years and continue to fight to this day. We are a nation of 15 million in the heart of Europe. Micsoda? 15 millióan vagyunk itt Magyarországon? Vagy mire gondolít Orbán Viktor? Beleszámolja a Magyarországon kívüli diaszporát is? Hát úgy talán kijön egy 13-4 milliós közösség, nem? De akkor is még egy nagyon jótékony kerekítés ez a 15 millió. 15 milliós nemzet vagyunk, ami valószínűleg 13 és fél, és az is szét van szabdalva az Egyesült Államokra, Egyesült Királyságra, Németországra, és a Nagy Magyarország elcsatolt területeire. Itt Magyarországon 9 9,5 millióan vagyunk, 9,7 millióan. De a buta Egyesült Államok beliek úgyse fogják kiguglizni, így Orbán Viktor kicsit ügyeskedhet a számokkal. With a unique language. ez tuti. Pope Francis once told me that Hungarian was the official language in heaven because it takes an eternity to learn. It's just a slight exaggeration. Egy kis stand-up comedy, úgy gondolom belefér Orbán Viktor részéről. That's probably enough to know about Hungary. Na. I am an old fashioned freedom fighter. Ez egészen biztosan így van. Ez egészen biztosan így van, csak Orbán Viktor mindig gondosan váltogatja, hogy ki ellen is folytatja ezt a szabadságharcát. A 80-as évek végén és a rendszerváltás környékén ugye Oroszországgal, vagyis a széthulló Szovjetunióval szemben harcolja a nagy szabadságharcait Orbán Viktor, aztán később ez már mindig az aktuális politikai ellenfeleire, vagy a megkreált ellenségképekre korlátozódik. Vélt vagy valós ellenségképekre? Ez az ellenség lehet a valaha létező Orbán Viktor ellenzéke, vagy a ma már teljesen Saját magába, vagyis a nerbe inkorporált baloldal, lehetnek az ország határát még át nem lépő migránsok, lehet a Magyarországon nem létező LMBTQ lobby, lehet a civil szervezeteket és egykoron Orbán Viktort is támogató Soros György, és lehetnek Magyarország politikai, diplomáciai vagy gazdasági szövetségesei is vagy az egész szövetségi rendszer, úgy mint az Európai Unió, ugye Brüsszeli központtal, vagy maga a NATO, Washingtoni központtal. I am also the longest serving prime minister in Europe, the only anti-migration political leader on our continent. Na ez azért egyébként elég durva, bár ezt a címet, hogy a legrégebb óta regnáló politikai vezető Európában, ezt azért a belarusz elnök Lukasenka is követelheti magának. És amúgy mostanában nézek sok Netanyahu interjút, és ő is sokszor kihangsúlyozza, hogy ha összeadjuk a ciklusait, akkor ő a leghosszabb ideje, pozícióban lévő vezető. Ha valamilyen országot nagyon régóta vagy nagyon hosszú ideig vezet egy bizonyos vezető, akkor azért mindig Bűzlenie kellene annak a dolognak. Nincs olyan vezető a világon, aki annyira kiválóan vezetné az országot, hogy akár több évtizeden keresztül is megválasztják a polgárok. Mindig rácsodálkozok, hogy egy általam demokratikusnak tartott Németországban Angela Merkel milyen hosszú ideig tudott kancellár lenni. Teljesen más, hogy működik Németország alapvetően mint Magyarország vagy Belarus. Ott Németországban egy nagyon komoly koalíciós és konszenzuális több párt általi kormányzásról beszélhettünk mindig, de azért mégis fura, hogy Angela Merkel tényleg ennyi ideig ott tudott lenni a pozíciójában, de mentségére legyen mondva, ő önként fel tudott állni, és ott tudta hagyni ezt a pozíciót. Ezt nagyon kevés politikai vezető tudja megtenni, pláne egy olyan vezető, aki ilyen sokáig kormányoz egy ilyen nagy országot. Nézzük meg Magyarországon, hogy még az egyszerű parlamenti képviseletet sem tudják elengedni bizonyos figurák. Már a sok száz ezres vagy a néhány milliós parlamenti fizetés, a mentelmi jog, a bársony, szék is akkora hatalmat jelent, hogy ahhoz titáni jellem kell, hogy le tudjon róla mondani az ember. Úgy gondolom, hogy Magyarországon emelt fővel, úgy, hogy a politikai karrier előtt is egy intakt személyiség volt, a politika sem tudta korrumpálni, és utána is egy hiteles személyiség maradt a figura. Úgy azt gondolom, legalábbis a saját politikai tudásom szerint, hogy ez másnak nem sikerült, csak sifferandrásnak. Andrásnak. Neki volt egy hiteles jogi pályája, a politikai pályája előtt is, utána lett belőle egy zöld politikus, majd amikor látta, hogy az elképzeléseit nem tudja politikusként megvalósítani, lemondott, és visszatért a versenyszférába jogásznak. Lehet kritizálni, és érdemes is Siffert a közéletben betöltött szerepével, de azt mondani, hogy ő nem egy eredeti, autonóm figura, aki nemet tudott mondani a hatalomra, ez azt gondolom egy súlyos és igaztalan vád lenne vele kapcsolatban, de vissza Orbán Viktorra. Sok fontos mondani valója van a miniszterelnöknek. Na megérkeztünk, Támadnak. There are many things that a Central European anti-communist, old-fashioned freedom fighter never dared to dream of. In the land of the free, home of the brave, where the spirit of liberty shines brighter than at any other place on earth. Ó, oh. Orbán Viktor azt mondja, hogy a szabadság szelleme itt az Egyesült Államokban fényesebben világít, mint bárhol másol a világon. Nocsak, a kosut Rádión nem ezeket szoktam mondani Orbán Viktor, hanem épp ellenkezőleg. Hogy az egykoron demokratikus Egyesült Államok hanyatlóba van, az egész nyugat bukásra van ítélve, melynek zászlós hajója a demokrata vezetésével megvert USA. Itt meg most Texasban, az egyébként is a világon legfényesebb demokráciának a vakító texasi csillagán elmondja, hogy micsoda szabad hely az Egyesült Államok. Hát érdekesen tudja Orbán Viktor a mondandóját ahhoz igazítani, hogy éppen hol is jár. The most distinguished conservatives of the United States want me to speak at their conference. Ez amúgy tényleg elképesztően nagy dolog. Elképesztően nagy dolog, hogy a világ vezető hatalma, az Egyesült Államoknak a konzervatív republikánus oldala a nagy, nagy fesztiváljára meghívja Orbán Viktort Európa közepén lévő, azt se tudják, hol van országnak a vezetőjét. Nagyon durva megnézni Orbán Viktor pályáját 2010-től, hogy először európai szintű politikussá nőtte ki magát, majd gyakorlatilag mára már világpolitikai tényezővé vált. Világszerte jobboldali autoriter vezetők vele barátkoznak, netanyahu elkezdve Erdogánon keresztül, ugye tudjuk Vladimir Putyin, és Donald Trump is. Konzervatív értékeket valló jobboldali emberek világszerte hivatkoznak rá, hogy igen, az milyen királyország, amit Orbán Viktor Magyarországból kiépített, és baloldali, illetve liberális értelmiségiek világszerte ijesztgetnek mindenkit Orbán Viktorral, akiről azt állítják, hogy Orbán Viktor egy olyan illiberális, jobboldali erős ember, aki veszélyt jelent Európa szerte és akár világszerte is a demokráciáinkra. Ez valami elképesztő politikai teljesítmény, és ha valami Orbán Viktor szívéhez is közel álló példával kellene ezt leírnom, akkor egy futball példával azt mondanám, hogy Orbán Viktor a magyar másodosztályból feljátszotta magát az NB1-be, majd fölényesen megnyerve a magyar bajnokságot, gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált a magyar bajnokságban, évről évre újra bajnokká válik itthon, és bejutott már a BL-be is, ahol néhol már a csoportkörön is túljut. Képzeljük el, ha lenne egy ilyen foci csapatunk. Ez, ez egy elképesztő csoda lenne. Ahogy a elképesztő csoda az is, ahogy Magyarországról milyen nemzetközi politikai karriert futott be és fut be a mai napon is Orbán Viktor. Let's be honest, is far from being a mm, ne legyünk kis Orbán a Viktor. Your leaders should give an opening speech at our conferences in Hungary. Azt azért megnézném, ahogyan a saját magát sem találó Joe Biden egy MCC rendezvényen beszédet mond, mondjuk az egyik belvárosi Scruton kávéházban, és elindul egy ilyen politikai diskurzus a demokrata vezető és mondjuk Orbán Viktor szócsövei között. Arra a rendezvényre elmennék én is. But I think you managed to confuse a lot of people by inviting me. For example, the leftist media. The, left is the media. I can already see tomorrow's headlines. Far right, European racist and anti-Semite strongman, the Trojan horse of Putin, holds speech at conservative conference. Na ezt nézzük meg ezt a kijelentését Orbán Viktornak. Ugye öt jelzővel illeti saját magát, ha jól számoltam. Far right, vagyis szélső jobboldali, úgy gondolom, hogy ha a baloldali médiában, a beszéde után, vagy előtt, vagy akár a mai napon megjelenne ezzel a jelzővel, pontos leírás lenne. Orbán Viktor igenis szélső jobboldali nézeteket val. Második jelzőként azt mondta, hogy európai, hát ezen ugye nincsen sok vita, ez tény. A harmadik jelző az volt, hogy részist, hogy rasszista. Nem gondolom, hogy Orbán Viktor rasszista lenne, ez valóban egy költői túlzás lenne bárkitől, aki ezt a jelzőt használná rá. A negyedik jelző úgy szintén, hogy antiszemita lenne Orbán Viktor, nem gondolom, hogy Orbán Viktor bármilyen formában is antiszemita lenne, Bár ha kicsit jobban belegondolok, az, amit a Jobbik 2007-8-9 körül zsidó összeesküvés elméletek szintjén a parlamenten kívül hangoztatod, az később a Fidesznek az állami krédójává vált. Az, hogy Junkert és Soros Györgyöt ilyen ö, eltorzult zsidóként ábrázolják a plakátokon, és egyfajta összeesküvésre utalnak ezzel, amivel ugye Európát tönkre akarják tenni. Ennek van némi antiszemita felhangja, hát ez kérdéses, hogy mondható-e Orbán Viktorra, hogy lájtosan antiszemita, ez kérdéses, én nem mondanám rá. Én ennek nem az antiszemita bukéját érzem, hanem inkább a populista bukéját. Ötödik jelzőként azt mondja, hogy Strongman, ez egyértelmű, ő egy erős ember, egy politikai erős ember, nem fizikai erős emberséget jelent, hanem politikai értelmében, hogy ő az akaratát mindig erőből, politikai erőszakkal nyomja át. Orbán Viktor azt gondolom, hogy igaz az a szellemes mondás, hogy Orbán Viktor sakkozókkal boxol, boxolókkal pedig sakkozni szeret. Ja, és volt egy hatodik jelző, hogy Orbán Viktor Putyinnak az Európai Uniós trójai falova. Hát úgy gondolom, hogy a háború kitörése után ezzel is nagyon nehéz lenne vitatkozni, ha megnézzük azt, hogy hányféleképpen próbálja Orbán Viktor elgáncsolni a közös politikai együttműködést, amelyel az ukrán védekezést támogatná az Európai Unió, és hogy a szövetségeseit hol fúrja lépten nyomon Orbán Viktor. Azért, hogy Putyin politikáját bevédje, vagy legalábbis időt nyerjen ahhoz, hogy Putyin felkészülhessen az európai lépésekre. Itt az európai döntéshozatalnak a fékezése úgy gondolom, hogy egyfajta időnyerés Putyinnak. És ezzel már azt hiszem kijelenthetjük, hogy tényleg egyfajta trójai ló az Európai Unióban Orbán Viktor. But I don't want to give them any ideas. They know best how to write fake news. <laughs> Instead, I tell you the truth. In Hungary, we introduced a zero tolerance policy on racism and anti Semitism. So accusing us is fake news, and those who make these claims are simply idiots. Na itt is érdekes, hogy Orbán Viktor a hat, utána számoltam, ez hat vád volt, hat jelző, ezek közül a rasszizmust és az antiszemitizmust cáfolta. A többit valahogy nem említette, mert azok úgy gondolom, hogy teljes mértékben megállják a helyüket, ez a kettő, ami kérdéses, és ezzel a kapcsolatban én is az előbb igazat adtam neki így van. Én nem gondolom, hogy antiszemita lenne, nem gondolom, hogy rasszista lenne. Ha Orbán Viktorra használjuk ezeket a jelzőket, akkor előbb-utóbb ezek a jelzők el fognak kopni, és majd amikor találkozunk valódi rasszistákkal, valódi antiszemitákkal, akkor rájuk mit mondunk majd. Viszont Orbán Viktorra nyugodtan mondhatjuk a hatból a megmaradó négy jelzőt. Szélső jobboldali, európai, erős ember és Putyin európai falova progressive NGOs are probably confused as well. They are already busy writing their so-called research papers. So-called, so-called research papers. Mert ami kutatásokat a civil szervezetek végeznek, azok nem lehetnek valós kutatási papírok, csak úgy úgynevezett kutatások. Ugye ez mind fake news, mind liberális LMBTQ propaganda. To inform Americans How I destroyed Hungarian democracy. According to their research, According. I managed to ruin Hungary's democracy in 2011. And then they say I ruined it again in 2012. And then in 2013, and 14, and 15, and so on, each and every year. But how did I manage to destroy something that was already ruined? Na most ezzel mit állít Orbán Viktor? Tényleg azt mondja itt Orbán Viktor, hogy amikor 2010-ben átvette a kormányzást, akkor már egy antidemokratikus országot vett át, és ő ezt az antidemokratikus ország meglévő politikai állapotát csupán szinten tartotta. Ezt állítja itt ebbe a beszédbe, nem? Azt mondja, hogy 2011-ben, 2-ben és 3-ban ő nem tudta a demokratikus Magyarország intézményrendszerét lebontani, mert ezek nem is léteztek. Nem mondja azt, hogy ő kiépítette ezeket, csupán azt állítja, hogy ezek soha nem is léteztek. Abban egyébként igaza van, hogy azért nem egy kifogástalanul működő demokráciát vett át 2010-ben Orbán Viktor, de úgy gondolom, hogy ezek a vádak igazak vele kapcsolatban, hogy ezen azóta csak évről évre rontani tud ami mostanra már meglehetősen nyugtalanító mértékeket öltött. I want to be clear. We respect the government of the United States. Na. We, are here, we are guests here, and we need to behave decently. <tis> Tisztességesen kell viselkednünk. Ez mit jelent, hogy nem lehet a színpadra hányni? Vagy hogy nem lehet bepálinkázva focizni a sorok között? <tis> Mire gondolít Orbán Viktor? Mi az, hogy rendesen kell viselkednünk? Tiszteljük az Amerikai Egyesült Államok kormányát, mi itt most vendégek vagyunk, nem baszhatunk szét mindent úgy, mint otthon, itt most viselkedni kell. With the current administration as well. Így But De. Na most there medem. is another side of the coin, na which I cannot ignore. <laughs> ne is. Your administration has put Europe, and especially Brussels, under ideological pressure. This is not good for us, it's bad. Ideológiai nyomás alá helyezte az Egyesült Államok és Brüsszel Magyarországot. Ez nem jó. Ez rossz. The Obama administration tried to force us to change the fundamental law of Hungary and delete Christian and national values from it. Do you get it? Nem, most ezt nem értem. Mire gondol Orbán Viktor? Remélem ez ki lesz fejtve, hogy pontosan az Obama adminisztráció hogyan akarta Magyarország törvényeit átírni, és Magyarország keresztény értékeit hogyan akarta megváltoztatni. I don't get it. The leading power of the free world wanted to force us to change our constitution according to a globalist liberal concept. De mit, mit akart pontosan megváltoztatni benne? Én erre nem emlékszem. How bizarre. Nagyon bizar és fújolnak this is. Came as a surprise, Lehet én is fújolnék, ha tudnám, hogy miről beszél Orbán Viktor. But we resisted this attempt successfully. Since then, hát nyilván. We are not the favorites of the American Democrats. Hm. <hums> Annyi baj legyen. They did not want me to be here, and they made every effort to drive a wedge between us. <hums> They Úristen, ez milyen gyűlöletbeszéd? Mindig visszásnak tartom, amikor a gyűlölet energiáit használja egy politikus. Ha vannak politikai ellentétek, már pedig persze, hogy voltak az Obama és az Orbán adminisztráció között ellentétek, akkor az még nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok adminisztrációja Utálja Orbán Viktort és utálja a magyarokat. De Orbán Viktor ezt állítja. Továbbá azt is, hogy azokat a texasi konzervatívokat is, akik itt vannak és jobboldali értékeket vallanak, őket is utálják. Ezek azért nagyon erős érzelemvezérelt szavak, amiket úgy gondolom, hogy a politikából ki kéne hagyni, és sokkal inkább kéne a közös célokra koncentrálni ezek az energiák csak szítják a politikai feszültségeket, és elősegítik a politikán kívüli kultúrharcot is, ami végtelenül káros. De ezt pontosan tudja Orbán Viktor, és pontosan ezért használja ezeket a kifejezéseket. Dear friends! Kedves barátaim, keresztény konzervatív elvtársak. We Hungarians defeated communism, which was forced on us by Soviet troops and arms. Igen. It took a while. Hát, még azért lenne munka, úgy gondolom Orbán Viktor, akár a saját kormányában is körülnézhetne, hát ha talál egy-két kommunista pártfunkcionáriust a rendszerváltás előttről, talán az oktatás ügyi belügyminiszteri egészségügyi biztosra vetődhetne a gyanú árnyéka, de nem akarok itt nagyon bajba sodorni senkit. We began our fight in 1956 and won in 1990, but we did it. what we did it our fathers fired the first shot and we their sons won the war as i said we yet. know what we have ronald reagan to thank for Érdekes, hogy itt is Ronald reagan említi Orbán Viktor, és nem az idősebbik George Bush-t. Értem én, hogy Ronald Reagan szólította fel annó Gorbacsovot, hogy bontsa le a berlini falat, de mégiscsak az idősebbik Bush idejében omlott össze a Szovjetunió. Csak megemlíthetné őt is, nem? De nyilvánvalóan itt azért Ronald reagan említi Orbán Viktor, mert egy nagy gazdaságpolitikai neokonzervatív példaképe Margaret Thatcher mellett Orbán Viktornak az öreg régen. Régenről talán el lehet mondani, hogy ő egy ilyen proto Donald Trump. If Igen, és mi, magyarok, meg fogjuk mondani, hogy a liberális az nem más, mint a diplomás kommunista. Ezt Orbán Viktor mondta az egyik Kossuth rádiós interjújában, és ez az én egyik kedvenc definícióm a liberálisokra. Liberális nem más, mint a diplomás kommunista. Ennyi. We fought them both, and I can tell you, they are the same. And since 2010, we keep winning, winning, and winning. Last time, last time, with the endorsement of Donald Trump, so much winning that we are just scratching our heads. No, no, no. we és győzünk, és győzünk, és legutóbb a konzervatív Donald Trump endorszálása mellett olyan sok győzelem, hogy azóta is vakarjuk a fejünket. Amúgy ez is igaz, az a vicces, hogy tényleg so much winning 2022-ben, hogy ezt még Orbán Viktor se gondolta komolyan, hogy a szavazó fülkékben ekkora kétharmadot fognak rárobbantani az országra. You know, winning has become our daily habit. Hát igen. A győzelmi But... kényszer. But we know the old saying, yesterday's home runs don't win today's games. A híres magyar mondás, ugye? A tegnap hazafutásai nem fogják megnyerni a mai mérkőzést. Igen, minden magyar nebuló, aki a Grundon baseballozott, az tudja ezt az ősi magyar mondást. I've been a member of parliament for 32 years, spending 16 years in opposition and 16 years as prime minister. Ez nagyon durva. I learned that a quitter never wins, and the winner never quits. Ez azt hiszem Orbán Viktornak az arszpolitiká is lehetne, amit most mond, hogy aki feladja a próbálkozást és kilép a politikai térből, vagyis feladja, az soha nem fog győzni, és aki győz, az viszont soha nem léphet ki annak örökre konzerválnia kell a hatalmát. És ezért Orbán Viktor ugye mindent megtesz Magyarországon. Ennél a beszédnél ott tartottunk, hogy 16 évet töltött el Orbán Viktor már ellenzékbe, és 16 évet töltött el a miniszterelnöki székben. Vagyis, ha jól számolok, akkor életének már több, mint a felét ellenzéki, illetve kormányon lévő politizálással töltötte el. You have to stand by your country in good times and in bad times. Igen, itt azt mondja Orbán Viktor, hogy az országod mellett kell állni jó időkben és lefekvési időben is. That our values, the nation, Christian roots and family can be successful in the political battlefield megint tök érdekes, hogy milyen szemantikai dolgokat mond Orbán Viktor. Azt mondja, hogy a keresztény és a konzervatív értékek nagyon is jól érvényesíthetőek a politikai harctéren. Orbán Viktornak ugye minden egy harc, minden egy háború. Mindig harcolni kell valaki ellen. Nem lehet azt mondani, hogy a politika asztalánál, ahova mindenki odafér. Nem lehet azt mondani, hogy a politikai diskurzusban, ahol meg kell vitatni az értékeinket. Nem. Azt kell mondani, hogy a politikai harctélen, political battlegrounds, meg kell vívni ezeket a csatákat, és minden csatát meg kell nyerni, mert folyamatos, győzelmi kényszerbe vagyunk. You cannot win half-heartedly. Half-heartedly. You either give everything you have got and win, or play it safe and, and, and lose. lose. Huh. Igen. Orbán Viktor e szerint is építette fel politikai karrierjét. Mindent beleadott a győzelem érdekében, és győzött is. Hogy közben mit veszítette el saját magából, az már egy másik kérdés. És hogy az országot hogy veszélyti el, az meg megint egy másik kérdés. If you believe in God, you also believe that we humans were created in God's image. Oh. Meg egyenlőnek, nem? Ez is a Bibliából olvasta, hogy a pedofilokkal a buzik ellen. Mate, we have to be brave enough to address even the most sensitive questions. Migration, gender and the clash of civilizations. Don't worry, a Christian politician cannot be racist. So we should never hesitate. De. Senki ne aggódjon, aki kereszténynek vaja magát, az nem lehet rasszista. Mindenki nyugodjon le a francba. Ezek ilyen univerzális igazságok, hogy ez a kettő, ez kiüti egymást. Torockai és jó keresztény, ezért ő nem lehet semmilyen módon rasszista, nyugodjon meg mindenki. Orbán Viktor kijelentette, a torockai keresztény ezért nem lehet rasszista. Kész, jegyezze meg minden diplomás kommunista. We know

Orbán úr, önnek mik a korlátai? Hol vannak az ön határai? Akkor arra vajon mit mondana? Azt biztos elmondaná, hogy mivel nem az Egyesült Államokba született, így nem lehet ő az Egyesült Államok következő elnöke. Azt is elmondaná, hogy mivel csak egy 15 milliós országot vezet, így azért nem válhat az Európai Unió a gazdasági motorjává, viszont ideológiai zászlós hajójává és vezetőjévé annál inkább. Az valami ilyesmit mondana biztos. Don't be afraid to call your enemies by their name. <laughs> you can't play safe, but they will never show mercy. Consider, for example, George Soros, as you call him here. <laughs> ooh, in ooh. Hungary, in Hungary we call him Yuribachi, <laughs> which means Uncle Georgi. Uncle Georgi. The valsiest and one of the most talented Hungarians on earth. Just a hint. Be careful with talented Hungarians. Igen, óvatosan a tehetséges magyarokkal, itt Orbán Viktor leleplezte saját magát. Vigyázzatok, texasiak, a tehetséges magyarokkal. Teljesen egyet tudok érteni Orbán Viktorral, vigyázni kell a tehetséges magyarokkal, és én Orbán Viktort egy nagyon tehetséges magyarnak találom. Uh, I know George Soros very well. Hát igen, ezt a történetet mindannyian ismerjük, nem is kell megemlítenem. He is my opponent. Most már. He believes in none of the things that we do and he has an army at his service. Money, NGOs, universities, research institutions and half the bureaucracy in Brussels. He... Ah, szóval nem értakedjed, de a többivel veligén. Elképesztő sok Pénze van Zsorosnak, elképesztő befolyásos ember, nagyon sok civil szervezetet támogat, és igen, úgy gondolom, hogy politika formáló szerepe is van, gazdaság formáló is szerepe is volt egy időben, amikor például a fontot megtámadta spekulációval, de nem gondolom, hogy az európai értékeket próbálná eltörölni, és egyenlősíteni, buzisítani, és feketésíteni szeretné Európát. Ladies and gentlemen, we were the first ones in Europe who said no to illegal migration and stopped the invasion of illegal migrants. Ez így van, tényleg. Amit meg kell hagyni Orbán Viktornak, azt meg kell hagyni. Ő volt az első Európában, aki felemelte a hangját az illegális migráció ellen, és egyébként a migrációval szemben úgy általában is. Akkor még rasszistának, fasisztának kiáltotta ki mindenki más Európában, és utána szépen lassan nagyon sok európai állam beállt Orbán Viktor mögé, és hasonló politikát kezdett el folytatni. Ezt meg kell hagyni Orbán Viktornak, ez tényleg így történt, ennek úttörője volt. Ahogyan úttörője lehet, az orosz-ukrán háború kapcsán is, ennek a béke propagandának, amit folytat, ő az egyetlen, aki ezt mondja igazából, hát ő meg a Vatikán, no meg a demokratikus Szerbia és Belarusia, és ugyanaz történik itt, ami a migránsok beáramlásával kapcsolatban történt, hogy ő az egyetlen, aki ellenáll ennek, ő az egyetlen, aki a békét propagálja. Meglátjuk, hogy ugyanaz fog-e történni, ami Európában történt a migránsválsággal kapcsolatban, de azért nagyon csodálkoznék, ha ugyanígy az európai államok szépen lassan beállnának Orbán Viktor ezen retorikája mögé is. Itt azért Teljesen más a helyzet, itt egy sokkal akuttabb, emberi jogi problémákba ütköző és alapvető háborús szabályokat is megsértő dologról van szó. De várjuk ki a végét, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban. Hát, Ha, nem is konkrétan egy olyan falat épített meg Orbán Viktor, amivel Donald Trump kampányolt 2016-ban, de abban igaza van, hogy valójában is ténylegesen sikerült megállítani a az illegális migrációt. 2015 400000 illegal migrants came to our borders. This is almost 3 times as much as Genghis Khan had when he invaded nem már lehet az ilyen kijelentések miatt szokták Orbán Viktort rasszistának, vagy kirekesztőnek nevezni. Amikor a közel-keleti konfliktusok elől menekülő, háborús és gazdasági menekülteket összehasonlítja Orbán Viktor a középkori mongol aranyhorda pusztításával, az azért egy bicskanyitogató történelmi hasonlat. A mongolok a középkorban leigáztak mindent, amerre jártak. A világtörténelem egyik legkegyetlenebb, ha nem a legkegyetlenebb hódítása volt, és ezzel párhuzamba hozni azokat a szerencsétlen, mondom gazdasági vagy háborús menekülteket, akik a jobb élet reményében próbálnak nyugatra menni, az azért tényleg egy feketeöves populizmus. Keresztény-konzervatív humánumnak semmiféleképpen nem nevezném. Let's move on family policy, which is the heart of our politics heart. Progressives claim all over the world, Word. that families should not be protected. Yeah, I In no Europe, they say, they say there is no such thing as family, because love is love and family is family. If you cannot define family, nothing is a family. Move on. Families automatically get tax breaks. The state takes over your student loans. after your third child. Women are exempt from paying personal income tax for life after the birth of their fourth child. Börs. If you are not married yet, you should immediately find a Hungarian wife. <laughs> Ez amúgy igaz. Orbán Viktor családtámogatási politikája akár példamutatónak is mondható. Sokféle támogatást megad a családoknak, sokféle adókedvezményt, hitelkedvezményt, SZIA kedvezményt, stb. stb. Ez tényleg dicséretes, támogatandó, és ezért minden kreditet megérdemel Orbán Viktor. Azonban nem tudom, hogy ezek a fajta pénzügyi, anyagi ösztönzések mennyire hajtják fel a magyar emberek szülési, illetve családalapítási kedvét. Úgy gondolom, ha egy mindenki számára élhetőbb országra törekedne Orbán Viktor, és nem a politikai árkok mélyítésével, a folyamatos ellenségkereséssel, a folyamatos harccal foglalkozna, hanem tényleg az oktatásügyet és az egészségügyet fejleszteni az újabb és újabb stadionok helyett, ha nem építené le módszeresen a magyarországi demokratikus intézményeket, akkor talán egy élhetőbb országban. Több embernek lenne kedve családot alapítania itt, és nem pedig a kivándorláson gondolkodna minden fiatal. Ha erre törekedett volna Orbán Viktor az elmúlt több mint egy évtizedében, akkor talán nem hagyta volna el az országot több százezer fiatal, hanem lehet, hogy már itt Magyarországon lenne egy családja a magyar gazdaságot gyarapítaná, a magyar kultúrát gyarapítaná, és nem lenne szükség ilyen csókra és hasonló adókedvezményekre arra, hogy ösztönözni próbálja a fiatalokat, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. Ez úgy gondolom nem így működik. Nem lehet felülről ösztönözni erre, csak is alulról. We decided we don't need more genders, we need more rangers. <laughs> Less drag queens and more Chuck Norris. Ah. Ez már tényleg kicsit boratos, ez a fellépése Orbán Viktornak. Kis magyar nép, nagy fehér gyermeke menni politizálni Amerika. Kevesebb Drakkvint akar Orbán Viktor, és több csak t Nos, itt egy matematikai axiomába kavarodott bele Orbán Viktor, mert az egyikből nulla van, a másikból pedig több száz, ha jól emlékszem. Orbán Viktor beszédéből elmondta, hogy a határt, a falat, miután felépítették, megvédték az országot az illegális migrációtól. Tehát rengeteg ranger, vagy hát határőr van Magyarországon, viszont én nem tudok róla, hogy drag lennének Magyarországon, Orbán Viktor mégis arra szólítja fel itt Texas tisztelt népét, hogy neki kevesebb drag lenne szüksége a mostaninál is több határőrre. Hát jó. Law enforcement agencies are not people's enemy. They are the guardians of freedom. Guardians. Therefore, law should not protect criminals, but protect the victims and those who are defending the law. Police should be well respected. So... Hát úgy gondolom, hogy a rendőrök kellően meg vannak tisztelve ebbe az országba, bárcsak az ápolók, a nővérek és a tanárok is hasonló módon lennének megtisztelve ebbe az országba, mint a rendőreink. I cannot tell you what to do. It's your sovereign decision. I can, however, tell you one thing. Only strong leaders are able to make peace. Ez egészen biztosan így van. Az a helyzet, hogy az erőt nem mutató, gyenge vezetők rövid távú békéket tudnak elérni, ezek a Neville chamberlain -ek. Az erőt mutató vezetők, akikkel látszik az, hogy harcolni is képesek akár az igazukért, azok a Winston Churchillek, akik a hosszú távú békét tudják kiharcolni. Ez a nagy különbség. Are desperately in need of strong leaders who are capable of negotiating a peace deal. May they, may they please help us. We need a strong America with a strong leader. Donald Trump. Dear friends. May they, may they, we need Donald Trump. Értjük mi? Dear friends, I think I have provoked you long enough. Ez így van. so before matchlab takes my microphone away, let's come to a conclusion. ideological wars of the 20th century against the totalitarian powers of nazi germany and soviet union. were terrible but democratic west rallied and defeated them both. now the west is at war with itself. we have seen what kind of future the globalist ruling class has to offer but we have a different future in mind there is no enemy that christ has not already defeated so let's go out and do it god bless texas god bless our friendship good luck and goodbye <laughs> Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor szempontjából ez egy nagyon fontos fellépés volt. Fellépés a politikai világszínpadra, és annak az akaratnak a kinyilvánítása, amit sokszor el is mondott a beszéde során, hogy diplomáciai kapcsolatainkat hasonló gondolkodású, amerikai konzervatív barátainkkal ápolni és építeni kell. Érdekes volt is fél órába összesülítve hallani Orbán Viktor politikai és ideológiai gondolatait, úgy, ahogyan ezt elő akarta tárni egy nemzetközi és egy amerikai nézőközönségnek. Megtarkítva mindezt a szimpadias és humoros stand-up comedy-s beszólásokkal. Ezzel a beszéddel, amit itt Orbán Viktor előadott, és főleg az a figura, aki ezt itt előadta, az az ember úgy gondolom, hogy a magyar néplélekkel, a magyar néplélek legmélyén nagyon mélyen tudott rezonálni. Nem véletlenül olyan népszerű film Magyarországon a Borát és a Torrente. Az a fajta személyiség és jellemrajz, ami Borátot és Torrentét jellemez, az a provinciális őszintesség, az azt gondolom minden magyar legmélye. Akármennyire is szeretnénk azt gondolni magunkról, magyarokról, hogy mi Hanvas Béla, Adi Endre, József Attila és Radnóti Miklós országa vagyunk, valójában Borát és Torrenta országa vagyunk. Sorry, Can I give you some fucking fruit juice? Or I love some fucking fruit juice. Kis magyar nép nagy fehér gyermeke menni politizálni Amerika. So much winning. Do you get it? Be careful with talented Hungarians. Uh, Igen, óvatosan az Orbán Viktorral. Hát most mondta el